nagyon keveset írtam, úgyhogy ezt egy másodikos simán el tudja olvasni, ha érdekel titeket Matricás Laci története. Ő egy igazi rabló, igazából nagyon jó tanuló volt iskolában, és az, ami nagyon szégyenlős, és amikor a tanárnéni megkérdezte, hogy na, gyerekek, ki mi szeretne lenni, akkor ő szégyenlős volt, és azt mondta, hogy semmi. Mondta a tanárnéni, hogy jaj, Lacikám, hát akinek ilyen sok ötöse van, meg dicsérete, az nem lehet naplopó. És akkor így rávágta, jó van, akkor leszek rabló. És ha már eldöntötte, akkor mi is lett volna más, mint rabló, pedig hát egyébként egy nagyon jó ember, minden reggel rendesen eljár otthon, hogy 8 órakor elmegy a munkába, csak hát nem dolgozni, mert nem rabolni. De ez egy vicces bácsi, nagyon vicces a története. De arra gondoltam, hogy most egy másik történetet fogunk elmesélni, az Alma utca 22 című könyvről. Ez egy nagy, négy emeletes ház, az Alma utca 22. Itt balkon vannak nagy házak, magas házak? Igen. Olyan is, aminek négy emelete van egymás fölött? Igen. Na ez is egy ilyen ház, és laknak benne gyerekek. Elmesélem, hogy és még kicsodák, és aztán majd játszani is fogunk, így jó lesz? Igen! Jó, egy picit mesélek magamról, nem költő vagyok ám, hogy az igazgató bácsi mondta, költők verseket írnak, biztos tanultatok az Oviba verseket. Igen, második. Amúgy. Én elárulom az én énekemet. Ácspác kimehet, holnap után bemehet, írna annyi gyerek lakik benne, ráadásul minden barát.
szeretem, hogy mi lakunk legfelül. Néha elalvás előtt a takaró alatt elképzelem, hogy egymás alatt fölött alszik az egész ház, és ahogy Nani a nagymamám mondaná, én vagyok a habatortán, Kamilla a harmadikon, Nagy Marosiék a másodikon, Pirosiék alatta, Csúnya néni meg egymagában az első. Kis Marosi, aki 6 éves, mint én, nagy csoportban jár, de nem abba az óviba, ahova én, hanem egy másikba. A testvére, Nagy Marosi, pedig már iskolás. Velük szemben a Piros és a sok-sok testvére. Piros mindenki szereti, ő a környék babája. Pedig nem is baba már, hanem 4 éves óvodás, csak olyan picike, mintha még bölcs is volna. Mert ahogy anyu mondja, kis nevésű. A hangja, szia, mami, mindegy kisegélnek. Nagy a nagymamám szerint Piros ennivaló a vörös szokjával és a kerekfókiával, de szerintem Piros egyszerűen csak Piros és jó barát. Nekem mindegy, hogy milyen a hangja, hogy a fókia szeretek vele játszani. Nem beszél sokat, hagyja, hogy olyat játszunk, amilyet én akarok, nem akar főnökösködni, Nagy Marosi. Ha úgy tartjuk, ebben vadászosat játszunk a bokrok között, én vagyok a vadász, jön meg a félős nyúl. Vagy ha ugróiskolát rajzolok, és fél lábon ugrálva elesem, nem nevet ki. Inkább úgy tesz, mintha nem is látta volna. Aztán ő is végig ugrál az ugróiskolát, és figyel arra, hogy ő is elesem pont ott, ahol én, csak még ügyetlenebből. Ha meg Marosiékkal focizunk, nem bukkadnak, hogy vele nem foglalkozom, hanem a focipálya mellett keres magának valami babás játékot. De Kamilla a harmadikról egészen más. Tavaly még együtt jártunk óviba, de most már iskolás. Kamilla a legszebb lány, akit ismerek. Az óvodában szerelmes volt Dali az egész csoport. Vagyis csak a fiúk, szóval én is. Mindig azzal dicsegettem, hogy szomszédok vagyunk, és óvi után az udvaron egészen sötétedésig együtt játszunk. Pedig ez nem is volt egészen igaz, mert Kamilla óvoda után eljárt balettra, meg táncra, meg zeneóviba. Alig volt olyan nap, amikor lejöhetett hozzánk játszani. És amióta iskolába jár, soha nem érez semmire. Mindig csak leckét ír, tanul. És ha nem leckét ír, és nem is tanul, akkor olvas, hegedül vagy furjázik. Szoktuk hallani, hogy játssza a süsfel napot. Olyankor én is mindig dúdolni kezdem, mert az olyan, mint a Kamillával együtt, mi ketten lennénk a zenekar. De Elek bácsi és Nani olyankor becsukják az ablakukat, mert azt mondják, ezt mind gyakorolni kell. Nagy Marosi még csúfolni szokta. Azt mondja, ez nem a süsfel nap, hanem a fussel nap. Mert szerinte olyan hamis, hogy a nap bemenekül a felhő közé, amikor meghallja. Persze, a Nagy Marosi biztos így. Ő nem tanul zenét, nem is jó tanul, nem is szerelmes belé senki hiába iskolába. Ő egész nap csak a bringáját ügyköli pont, mint az apukája, aki bicikli szerelő. Marosiék a fejükbe vették, hogy a nyári szünetét csinálnak egy tandemet. Az két bicikli, ami össze van ragasztva. Van kereke, meg kormánya, meg csengője, mint egy rendes biciklinek, de ülésből és kormányból kettő van rajta. Aki elül, az kormányoz, aki hátul, az meg mutatja az utat. Elek bácsi a francintről segít neki. Neki annyi, de annyi szerszáma van. És nem csak fogók, csavarhúzók, kalapácsok, de nem áll. Van neki fűvésze, gerebjére, ásója, kaszája, még fűnyírója is. Ezeket mint a szó kis szobában tartja, vagy ahogy ő mondja a készerben. Nem is használja őket semmire. Mert itt a városban nincs kert meg betörényes, amit megművelhetne. Csak nem akarta otthagyni őket a tanyán, amikor beköltözött a városba, mert azt mondja, ezek a szerszámok hozzánőttek a kezéhez. Egyszer azt álmodtam, hogy Elek bácsi járt a kopuban, szintlátparókkal, minden újjából kinőtt egy kertű szerszám. Hiába fordulódott a kapuba, sehogy se tudott bemenni, mert nem fér be a kaszától, a fűnyírótól, az ásótól, meg a kapától. És akkor jött a Csúnya néni, és kiabálni kezdett vele. És Elek bácsi félelmében összement iciri-piciribe, berohant a lakásában, magára zárta az ajtót, és ott remegett. Mert a Csúnya nénitől mindenki fél. Még a Postás bácsi is, mert mindig csak kiabál. Az első lakik egészen egyedül, mert a szomszédok elköltöztek mellőle. Ahogy Nani, a nagymamám szokta mondani, elüldözte őket.
Én úgy képzelem, hogy innen hívatján, egy szár pizsamában, az ablakon keresztül, fejvesztve menet, mint az egész sárosi család, három gyerekkel, Dédi mamástól, Dédi papástól mindenestül, Csúnya néni meg a lépcsőn rohant utána hangosan kiabálnakva. Nani szerint beszélek én zöldségeket. Mit tehetem, ha egyszer túl élik a fantáziát? Na, most jönnek a világkérdések. Még a postás is fél tőle. Mindenki fél tőle. Mert mindig csak kiabál. Ti ismertek ilyen kiabálós nénit? Igen. Hát szerintem mindenhol akar kiabálós. Még bácsit is. Még bácsit is, aha. Hány emeletes a ház? Négy. Hozzá. Ki lakik lefelé? Bogi! Egy fiú az igaz? Mi? Mi. Misi? Misi. Misi. De ez lehet egy kicsit nehéz lesz, de hogy hívják Misi nagymamáját? Na mi jut eszedbe? Tudjátok, volt a szöveg, hogy ahogy a nagymamám szokta mondani, hogy mindig... lehet a neve. Ismerős ez a név, hogy Nani? Igen. Nani? Igen. Na most ez egy kicsit becsapós kérdés lesz. Milyen színű a környék babája? Lila, fehér vagy piros? Piros! Piros! És ki a legszebb lány a világon? Akiben szerelmes volt az egész csoport. Na, a Lili! Fehérke is gyönyörű, de a mesé, ebbe a mesébe ki a legszebb lány? Lili. Kamilla! És arra emlékeztek, milyen hangszereken játszik Kamilla? Fúvola! Na, most mindenki fogjon meg egy hangszert. Lehet dározni, lehet dobolni, lehet fújázni, lehet zongorázni. Mutasd csak, hogy hogy kell hegedülni. Megfogod a hegedűt, ide szorítod azaz, és a vonóval játszol. Most megmutatjuk Nagy Marosinak, hogy mi viszont nem vagyunk hamisak. Ismeritek a süsfelrakot, igaz? Igen! Már óvodában megtanította az óvodát. Süsfelrak! Óvodapályam! Én vagyok a karmester. Te fogd meg a hangszeredet. Gyönyörű hangokat csalogassák mi belőle. Én pedig leszek a karmester, és amikor beszéljelek, akkor indul a süsfelrak. Figyelem, zenekar! Süsfelrak! Fényes nap, kedved hallgat, ulai megfagyna. Na kedves zenekar, ha magasra emelem a kezemet, akkor hangosan énekel, ha alacsonyan tartom, akkor pedig hallgat. Képzeld el, hogy nagyon jó, aha, az
hogy Marosi, képzeljétek el! Marosi! Marosi! Azért hívják nagy Marosinak, mert ő a nagy testvére a családba. A testvére, meg a kis testvére, ezért ő a kis Marosi, bizonyám. Hol lakott Elek bácsi korában? Figyelj, mert a kérdés, az igazi kérdés, ez egy kicsit becsapós,
Fasz, hány zöldség? Nagyon ügyesen tudtok számolni, én azt kérdeztem, hogy hány zöldség az alma? Alma meg a körte azok mi? Gyümölcs! Na akkor számolj még egyszer. Kettő alma, ugye az? Az ő! Kettő alma az gyümölcs. Három körte az is gyümölcs, fölöslegesen számolod. Meg egy répa hány zöldség? Na most azt kell megszámolnod, hogy hánynak tapsolod. Csukd a szemed. És számolj magadba, jó? Magadba. Még egyszer kezdem előről, jó? Nem mondd halkosan, mert akkor nem magad a számhoz. Figyelj! Ezért jól összezavarodunk. Akkor ismeritek a papírolót? Igen! És
Olvasd a nyuszi népa puskát! Megtanítom, jó? Ez a nyuszi. Ez a répa. Ez pedig a puska. Mit gondoltok, hogyha a nyuszi találkozik a répával, ki nyer? A nyuszi! Megegyezi a répát. Hogyha a nyuszi találkozik a puskával, akkor a puska! Ellenlövi a nyulat. De hogyha a répa találkozik a puskával, ki nyer? A puska! A répa nyer, mert eltömíti a puskát. Na, próbáljuk ki. Először mutassunk nyuszit, tehát nyuszi, répa, puska. Ez a nyuszi, igaz? Ez a puska. Mindjárt. Nyuszi, répa, puska. Ez a puska, és most mutassunk répát. Nyuszi, répa, puska. Na most fordulj oda a melletted élőz, és játsz egy partit. Nyuszi, répa, puska. Akkor ez döntött. Nyuszi, répa, puska. Ez is döntött. Nyuszi, répa, puska. Ez is. Az ajtóra, hogy virág, mondta Piros, nagyon bátor volt. Ha nekem kellett volna
volna, becsengetnem, Csúnyanégi arcaján biztos becsírtem volna a félelemtől. Virág! Kérdezte még mindig mézes-mázasan Csúnyanégi. A szegény megboldogult férje neve volt, engem nem Virágnak hívnak, hanem Etának. Eterkának kicsi bújra. De azért nagyon szép tőled, hogy gondoltál rá. De amikor meghallottuk, hogy a Csúnyanégi Etának, vagyis Eterkának hívják, elkezdtünk huncogni. Nagyon simán már nem is bírta tovább, hangosan nevetett, sőt, nyerített. Csúnyanégi azonnal rájött, hogy rászedték. Feltúltan, mérgesen kiabálni kezdett, meg álljatok csirkefogók! Elhúzhatnak csirkefogók! Kíves félre söpörve elindult a fejét. Mi meg rohantunk be a lépcsőn, ki az udvarra, ahogy csak a lábunk bírta. Majdnem elütöttük Elek bácsit is, aki egy nagy szatyóra figyelt engedett a földszintre. Csúnyanégi kiabálása csak úgy zengett utána. Egyedül piros maradt egyedül az első. Amikor Eterka néni kidűnölte magát, kitépte piros kezéből a szászószépet, és még annyit mondott. Te pedig igazán megválogathatnád, hogy kikkel barátkozol. Azzal becsapta az ajtót. Amikor elmeséltük Elek bácsinak, hogy mi történt, rögtön kiszabta a büntetést. Bocsánat kérő levelekkel írnunk és rajzolni, most rögtön egyenesen Eterka nénet címezve. Mikor, ja, képzeljétek el, egyszer a Misi azt álmodta, hogy kiszerelték Elek bácsival Csúnyanégiből a kiabálást. Szerintetek ez sikerült? De mi megpróbáljuk? Igen! Van itt közöttetek valaki olyan, aki olyan bátor, hogy elvállalná Csúnyanégi szerepét? Csúnyanégi
talán azokat volt, ezt nem veszem ki, hogy elfelejtse elvinni a pár mindjét. Na nézzük, van benne egy csúnya szava. Fekete. Mindenki veszem. Összekötöm a sarkát! Nálad van rá tapasz? Most odaadnak titeket a
tanár bácsitoknak. Örülök, hogy biztos kimentek most már lassan szünetbe. Igen. Olvasatok, ha megtanultok, jó sokat van. Nekem úgy hívják az anyukám, hogy Etelka. Tényleg, de az olyan nőrűnél. Meg a mamámat is ugyanúgy hívják. Ezért csodálkoztak nagy valóség, hogy hogy lehet, hogy ilyen kiabálós néninek ilyen gyönyörű neve van. De aztán anyukám biztos nem kiabál. Mindent, ahol nem adtuk, hogy mindenki ismer kiabálós.